Önök a Polip Televízió híradóját látják, a műsorvezető Fábián Hellé. A nézőinket jó napot kívánok! Híreink következnek röviden, egy-egy mondatban. Akadályozzák az erdők visszaszolgáltatását. Iskola kerülő diákokat igazoltatott a rendőrség. Változott a gyermeknevelési támogatás. Rögzítik a telefonbeszélgetéseket és szöveges üzeneteket. 300 alkalommal volt szükség a tűzoltókra 2008-ban. Most pedig következzenek a részletek. Kedden Bálványoson tartották meg a felsőháromszéki polgármesterek szokásos találkozóját. Az ülésen a legtöbbet vitatott kérdés az erdők visszaszolgáltatása volt. Teljes mértékben hiányzik a román pártok részéről a politikai akarat arra, hogy a székelyföldi erdőtulajdonosoknak vissza lehessen szolgáltatni az államosításkor elvett területeiket. Mint elhangzott, a legnagyobb gondot az állami erdészet kötözködése jelenti, aminek képviselői nem jelennek meg a helyi földosztó bizottságok munkaülésein, ezzel is gátolva azok működését. A legtöbb felsőháromszéki elöljáró erről panaszkodott, de ezen kívül is több probléma van a tulajdon visszaszolgáltatással kapcsolatosan. Polgármester kolléga, akkor sokszor elbeszéltük, nem csak a polgármester találkozom, hanem megyei tanács gyűléseken is, hogy milyen problémáink vannak az erdő visszaadással. Sajnos, hogy azt észleltük, és azt érezzük, hogy mi beszélgettünk, habár én úgy érzem, hogy minket megválasztottak, és azért választottak meg, hogy egy község érdekeit képviseljük, és olyan irányba képviseljük, hogy az az ember, aki ránk szavazott, és aki nem is szavazott ránk, de érdekei vannak abban a községben, higgyen bennünk, és a szavunknak eleget tudjunk tenni. Az erdő visszaadásban ez nem született meg, sajnos olyan dolgokba botlottunk meg, amelyeket pár perc alatt meg lehetett volna oldani. Én remélem, hogy de még nem lett elrendezve, sajnos. Ezek a dolgok csak megoldott. Több felső háromszéki községnek, így Osdolának, Gelencének és Lemhénynek is van a szomszédos megyékben, Bálkóban vagy Vráncsában erdőterülete. Ezektől lehetetlenség kicsikarni a több ezer hektárnyi zöld aranyat. Éppen ezért a gyűlésen levő Bokor Tibor szenátor megígérte, hogy a parlamentben is előterjeszti a háromszékiek problémáját. Újabb rajtaütésszerű ellenőrzést tartottak a Kézdivásárhelyi polgárközeli rendőrség munkatársai. A szerdai ellenőrzésen az iskola kerülő diákokat igazoltatták és vették számba. A Kézdivásárhelyi rendőrség munkatársai a sajtó jelenlétében végezték az ellenőrzést a város területén. A rendőrei elsősorban a szórakozó helyeket keresték fel, azonban egy helyiségben sem találtak fiatalkorúakat. Ezt követően az utcákon igazoltatták a diákokat, felírták a nevüket és az iskolájukat. A Kézdivásárhelyi rendőrség alkalmazottjai a sajtóval, a helyi sajtóval közösen egy akciót rendezett, mely alkalommal próbáltunk rátalálni azokra a diákokra, amelyik hiányoznak óráról. Ez alkalommal 13 diákra találtunk, és következik, hogy majd értesítsük az iskolákat, ahova tartoznak a diákok, hogy megtudjuk, hogy igazoltan vagy igazoltatlanul hiányoztak az órákról. A rendőrök az ellenőrzést az elkövetkező napokban is folytatják, annál is inkább, mert országos viszonylatban egyre nő az iskoláskorúak bántalmazása, valamint a kiskorú bűnözés. Bár városunkban szerencsére még nem volt ilyen eset, a rendőrök megelőző tevékenységüket a jövő hónapban is megismétlik. A megyei munkaügynél igényelhető a fizetéstől függő gyermeknevelési támogatás. Az az anyuka, aki ezt a lehetőséget választja, az utolsó 12 hónapi jövedelme átlagának 85%-át fogja kapni. Január 1-től lépett életbe az a kormányrendelet, amely lehetőséget biztosít a kismamáknak, hogy a fizetésük függvényében kapják a gyermeknevelési támogatást. Ez azonban csak a jó keresettel rendelkező anyukákat érinti. Ez idáig mindenki egységesen ugyanannyi támogatásban részesült, azaz havi 600 lejt kapott. Azok az anyukák, akik igénylik az új támogatást, vagyis az utolsó 12 hónapi jövedelmük átlagának 85%-át,
egy kérést kell benyújtaniuk a megyei munkaügyhöz. Akinek alacsony volt a fizetése, az ugyanúgy fogja kapni a támogatást, ahogy eddig. Akinek viszont magas volt a bére, az több pénzt kap, de nem többet, mint az aktuális átlagbér háromszorosa. A kézdivásárhelyi érintettek közül sokan a megyeszékhelyi munkaügyen tettek le kérést, de a hivatal ígéretet tett a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal szociális irodájának, hogy ide is küld a formanyomtatványukból, így nem kellene kétszer Sepsiszentgyörgyre utazniuk az anyukáknak. Ezek a nyomtatványok azonban még nem érkeztek meg. A kormányrendelettel kapcsolatos bővebb információkat szintén a szociális irodától kérhetnek. Újabb jogszabály lépett érvénybe január 20-ától, amely a telefonszolgáltatókat arra kötelezi, hogy rögzítsék és 6 hónapig tárolják a mobil és vonalas telefonhívások adatait, valamint a szöveges üzeneteket. Az erre vonatkozó rendelet novemberben jelent meg a hivatalos közlönyben. Az emberi jogok megsértésével és a személyi szabadság korlátozásával vádolják a civil szervezetek az új rendeletet, melynek értelmében a szolgáltatók kötelesek rögzíteni és tárolni minden beszélgetést, a hívó és hívott fél telefonszámát, az előfizető lakcímét, a hívott fél tartózkodási helyét, a hívás időpontját, időtartamát, valamint a szöveges üzenetek tartalmát, azok címzetjét és küldési idejét. Bár az unió tagállamaiban már régóta érvényben vannak az ilyen jellegű rendelkezések, nálunk még mindig nem született részletes tájékoztató a törvény alkalmazásáról, így ez jogosan váltja ki a civil szféra felháborodását, mivel még nem lehet tudni, hogy egész pontosan kik és milyen esetben használhatják fel ezeket az információkat, mivel a törvény mindössze csak arra tér ki, hogy az információkat teljes diszkrécióval kezelik, és csak az illetékes szervek használhatják fel súlyos büntények nyomozásánál. 2 hónap múlva hasonló szabályozás lép életbe az internet szolgáltatók körében is. Ebben az esetben a rendszergazdák azt rögzítik, hogy kinek és mikor küldünk e-maileket, illetve azt is, hogy mikor és milyen honlapokat böngészünk. Bár a törvény teljes szigorával garantálják ezeknek az adatoknak a biztonságát, a civil szervezetek attól tartanak, hogy jól bevett román szokás szerint az új rendelkezés számtalan visszaélésre ad majd lehetőséget. Az elmúlt esztendőben a legtöbb munkájuk augusztusban volt a háromszéki tűzoltóknak. A forró nyári hónapban 24 alkalommal szólt a sürgősségi telefon. A hivatásos tűzoltók ezen kívül más akciókban is részt vettek. Eléggé sokszor szólt a telefon a Kovászna megyei tűzoltóságokon. Több mint 100 alkalommal tűzoltani hívták őket, ugyanakkor balesetek színhelyére is kihívták, hogy segítsenek az autóroncsok közül kiszedni a sebesülteket. Környezetvédelmi akciókban is részt vettek, mezőtüzek oltásában segítkeztek, de több alkalom is volt, hogy mire a helyszínre értek, az önkéntesek már elvégezték a tűzoltást. Kézdivásárhely környékén több alkalommal is szükség volt a közbelépésükre. A legnehezebb munkájuk Osdolán volt. Szeptember végén több csürkioltását kellett elvégezniük, egy katasztrófától mentve meg az ott lakókat. A legtöbb alkalommal augusztusban riasztották őket, s az esetek kétharmadában magánszemélyek házát vagy egyéb javát kellett kioltaniuk. A 2008-as tűzoltósági mérleg szerint Kovászna megyében mintegy 30 tűzeset volt 1000 négyzetkilométerenként, más megközelítésként pedig közel 50 tűzeset jutott minden 100 000 háromszékire. Kedves nézők, ez volt az aktuális magyar nyelven. Köszönöm figyelmüket, és kérem önöket, maradjanak velünk a továbbiakban is.